kívánok, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Megpróbálunk hangosan beszélni és gyorsan, mert nagyon szép számmal összejöttünk, és hogy ne fogjon el a levegő itt a megnyitón. Szeretettel köszöntöm Önöket a Művészetek Házában, a Csikász Galériában, minden munkatársam nevében. Elmúlt a nyári szabadság, gyorsan múlik az idő, és hát itt belevágunk az őszi szezonba, az őszi művészeti szezonba a Művészetek Házában, és mindjárt egy helyi művész, Horváth Lajos kiállításának a megnyitásával. Szeretettel köszöntöm körünkben Horváth Lajos festőművészt. 2008-tól született művekből válogattuk össze a mai kiállítás anyagát. Ha ettől eltérő évszámot látnak, korábbiakat, néhányat, az pedig azért van, mert olyan műveket válogattunk be még a 2008 után napjainkig születettek közé, amelyek itt nálunk nem voltak még kiállításon. De hogy milyen a kiállítás, milyen a koncepció, milyen a rendezés és milyenek a művek, erről barátunk P. Szabó Ernő művészettörténész, az Új Művészet vezetőszerkesztője, a Magyar Nemzet rovatvezetője fog beszélni. Felkérem, hogy nyissa meg a kiállítást, miközben szeretettel köszöntöm körünkben. Köszönöm szépen! Tisztelt közösség, hölgyeim és uraim! A művek nagyon jók, a kiállítás nagyon jó, a rendezés is nagyon jó. Ahhoz képest, hogy egy helyi művész kiállítását látjuk, tehát akkor ezek szerint mégsem annyira helyi művészről van szó. De egyébként valószínűleg ugyanezt mondhatták, hogy 30-40-50-60 évvel ezelőtt Átóth Sándor pápai festőművészről is, aki a pápai kollégiumban Horváth Lajos mestere volt, vagy nevelője volt, hogy helyi művész volt végül is, akkor Átóth Sándor. Igaz, hogy előtte 4 év alatt Párizsban ugye megtanultam mindazt, amit meg lehet tanulni, és utána megpróbáltam mindazt megcsinálni, amit egy művész Közép-Európából indulva egyetemes művészetben gondolkodva megcsinálhat. Hasonlóra vállalkozott egy másik helyi művész is, újpesti volt ez a helyi művész egyébként, Gondol Bélának hívták. Ő pedig a, hogy mondjam, példaképe, így írta Horváth Lajos, példaképe az itt kiállító helyi művésznek. Tehát így, nekem nagyon tetszett, hogy ez a konstelláció így összejön, úgyhogy ez a helyi szó, ez már csak egy tényleg egy ilyen habatoltán volt. És egyébként is a konstelláció most nagyon érdekes és nagyon jó, mert azon túl, hogy számomra is fontos az a két művész, aki fontos a kiállító számára is, valóban egy olyan évad előtt állunk, és nem csak itt Veszprémben, hanem szerintem egész, ha úgy tetszik, kortárs magyar művészeti szinten, amely egy nagyon fontos időszaknak ígérkezik, hamarosan itt lesz a festészet napja, vagy hetei most már, és egyébként is, ha majd megnézzük a különböző kiállítási naptárokat, soha olyan bőségben nem kínál talán a magyar kiállítási idény festészetet, a szó legjobb értelemben vett nagy művészetet, mint ezen az összen fog kínálni. Hamarosan nyílik Somogyi Győző kiállítása, Budapesten Birkás Ákos kiállítása, Keser Ilona, Tolvaj Ernő, hát sorolhatnám tovább. Mindez egy olyan konstelláció, ami ennek a kiállításnak is egy olyan értelmet ad, hogy az a próbálkozás, amely szerint az ezredfordulón vagy az ezredforduló utáni években is lehet nagy művészetet, nagy festészetet létrehozni, továbbra is remény maradhat a művészek számára. Ugye temettük a festészetet, temették a művészetet, de úgy tűnik, hogy ez nem igaz. Az ezredforduló után években világszerte visszatért a figurális festészet. Köszönöm, hogy megtaláltad.